A Hitélet mai műsorában a Kárpátaljai Református Egyházhoz látogatunk. Hálaadó Isten tiszteleten veszünk részt a felújított Viski Református templomban, ahol restaurálták a közel 150 éves orgonát. Majd megismerkedünk a 30 éve visszakapott Tekeházai templom történetével. Visken és Kárpátalján a magyarok őrzik a hagyománynak, hűségnek és az istenfélelemnek egy olyan lángját, amely az egész nemzet megmaradásának a záloga. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter helyettes mondta Visken, a magyar kormány támogatásból, valamint anyaországi gyűjtésből felújított református templom és orgonavatási ünnepségén. Magyar Levente hozzátette, a 800 éves templom a helyi magyarokkal együtt a történelem összes viharát túlélte. Példaértékű, ahogy a szórványban élő viskiek, és általában a kárpátaljai magyarok ragaszkodnak őseik hitéhez, magyarságukhoz, fogalmazott a miniszter helyettes. Isten tud minden gondunkról. Az Isten hit reményt adó megtartó erejét hangsúlyozva, Magyar Levente, aki a 140 éves Viski templomi orgona felújításának fővédnöke volt, kiemelte. A hit mellett nagyon fontos, hogy a magyarság minden körülmények között építkezzen. Ha hitből és jó szándékból építkezünk, akkor meg fog segíteni bennünket az Isten, mondta a miniszter helyettes. Ez az esemény azt fejezi ki önmagán túlmutató jelentőséggel, hogy hatalmas hit munkálkodott végig is a magyarságban, mert megmaradt, és ma is vannak olyanok, akik felteszik az életüket arra, hogy építsék a közösségünket. Ezt az üzenetet kell terjeszteni, és példaként magunk elé állítani otthon az anyországban. És sok-sok ilyet kívánunk még magunknak, hiszen nem csak iskolákat, utakat, gyárakat kell építeni a nemzet megmaradásához, hanem elsősorban is azokat a folyamatokat és szent helyeket, amik a lelki megmaradásunkat erősítik. Hogy az Úr éhez a hajlék. A Huszthoz közeli szórványtelepülés zsúfolásig megtelt, 800 férőhelyes református templomában tartott, hálaadó Isten tiszteleten Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, ige hirdetésében kiemelte. Eljött egy olyan korszak, amikor megújult az orgona, a templom, újra szárnyalhat a gyülekezet hitében és Istenhez való ragaszkodásában. Az ige hirdetés lényege az, hogy az emberi kettőség, ugye, hogy ott van bennünk az Istenhez való kötődés, ragaszkodás, ott a több éves szolgálat, akár egy presbiternek, egy gondnoknak, egy lelkipásztornak, és ugyanúgy egy édesanyának, egy édesapának, amikor hitben próbálja neveltetni a gyerekeit, és felmerül benne az élet talán kritikus pillanataiba, hogy megéri, ha őt is próbák érik, ha gondjai vannak. Most így Kárpátaljára nézve, hogyha ilyen körülmények között kell, hogy a mindennapokat éljük. És ott a másik véglet, amikor az ember azt látja, hogy annyira összemosódnak a dolgok. És ebbe a helyzetbe, az emberi közegbe beleszól az Isten. És ez csak van kijelentés az Istennek. És a mai igében pont ez tárulkozott elénk, hogy az Úr pedig azt mondja, hogy én számon tartalak titeket, beiratlak a könyvembe, és amikor eljön majd az a nap, akkor újra látható lesz a különbség a hitetlen és a hívő között, az Isten félő és az Isten nem tisztelő között, eljön az a nap. Tehát én úgy gondolom, hogy az Isten üzenetében ez volt a legfontosabb, hogy a nehézségek és próbákat átélő gyülekezetek, vagy épp nemzetnek ez a része, akik itt élnek Kárpátalján, lássák azt a reménységet, hogy az Isten azt mondja, hogy én nem felejtem el. A hűségesek meg fogják kapni a hűségesnek járó jutalmat. Nálam ott van minden, és eljön majd az a nap, amikor látni fogjátok a különbséget. Ugyanakkor mindenkit arra biztatok, hogy ma is törekedjen arra, hogy legyen különbség a hívő és a hitetlen között. Vállalja fel a hitét az ember, és akarjon másképp élni, legyen számára életterv,
hogy ő az Isten tetszésére igyekszik élni. Úgy neveli a családját, úgy vezeti az üzletét, úgy csinálja a vállalkozását, hogy ő tudja azt, hogy a becsületes és tisztességes munkának megvan a méltó jutalma az Isten országában. És természetesen feltehetik azok az emberek a kérdést, akik láttak olyan sorsokat, akik nem tapasztaltak jót az életben, hogy azokkal mi van. És nem csak ez készített, hanem az Isten igéje is arról beszél, hogy az Isten helyet készített, mennyország van, és kell, hogy legyen a földi dimenziókon túl, az a mennyei dimenzió ott az emberi szem előtt, az értelmünkben, a szívünkben, hogy Isten helyet készített az ő benne bízók számára, az őt szeretők számára, ahol örök dicsőség és örök békesség van az Isten szeretetében. És nem lehet úgy prédikálni, hogy ne prédikálnánk a mennyországról. És itt ebben a templomban, ahol sokan hallottak az Isten országáról, itt ebben a templomban, ahol az orgona hangja valami mennyeit jelzett az itt élőknek, már ezelőtt 140 évvel, itt, ahol a viski reformátusok holnap és holnap után is próbák előtt, és hitvallásra kényszerülve teszik le majd a voksukat az Isten, Jézus Krisztus megváltó mellett. Itt kell erről beszélni, és itt hálás vagyok azért, hogy egy megújult templomban tehettem erről bizonyságot. Ez az üzenet, hinni a mindenható Istenben, aki mindig megtartja az ígéretét. Most olyan helyzetben vagyunk, hogy vannak olyan hálaadó Isten tiszteletek, ahol a lelkészek azt mondták, nem tudjuk sehová se tenni már, szeretnénk az idén megtartani a hálaadó Isten tiszteletet. Nem baj, ha nem fog tudni eljönni püspök úr. Tehát olyan nagy dolog ez, hogy oda se érünk minden alkalomra. Tehát a mai napon is lesz még hálaadó Isten tisztelet, és a jövő hét, az azt követő hetek is. Hálásak vagyunk azért, hogy a templomok megújulhatnak. Ez egy korszak. Ha visszaemlékszünk, kicsivel, több mint 100 évvel ezelőtt volt egy ilyen korszak, amikor templomokat építettek. És az a korszak azért jelentős ma így visszatekintve, mert az azt követő volt nagyon nehéz. És az embereknek otthont, hitet adott. Utolsó mencsvár volt a templom az itt élő magyar nemzet számára. Most sem tudjuk, hogy mi vár ránk. Egy biztos, hogy ma az Isten az ő kegyelmét, gondviselő szeretetét mutatja meg abban, hogy felújulhatnak templomok és parókiák. Ezt úgy kell ma tekinteni, hogy a megrepedezett rések a várfalon most meg vannak javítva, azért, hogy erősen álljanak akkor, amikor újra viharok jönnek és próbák jönnek. Nem elbizakodni kell, hanem úgy tekinteni erre, hogy Isten most bennünket felkészít, megerősít arra, hogy lehet csendes, titkos, csak szellemi síkon bújik és mászik a liberalizmusba, egyházba, gyülekezetbe, az emberek hitvilágába. De nekünk ezek a bástyák, az ige hirdetés helyszíne, a templom, a parókia, ahol az Isten elhívott és felkent emberrel lakik, az a hely, ahol erőt meríthetünk, ahol imádságainkat elmondhatjuk. És én úgy hiszem, hogy a legtöbb és a legkevesebb, amit mondhatok, ez az Isten gondviselésének kézzelfogható jele. A templom és az orgona történetét ismertetve Jenei Károly viski református lelkész elmondta, a viski gyülekezet tagjai 200 évvel ezelőtt határoztak úgy, hogy templomukban szükség van orgonára, amire 60 éven keresztül gyűjtöttek. A lelkész köszönetet mondott Magyarország kormányának, az anyaországi adományozóknak, valamint a viski református gyülekezet tagjainak, akik kétkezi munkájukkal járultak hozzá a templom és a parókia két évig tartó felújításához. Igen, szó szerint két év kellett ahhoz. Ez igazából a gondolat megszületése és a befejezés közötti két évről beszélünk, és az orgonán kívül ez zömmel külső felújításban testesült meg, ami tulajdonképpen mindazt, amit kívülről egy templomon láthatunk, az minden meg lett újítva. Nem tetőszerkezet, hanem héjazat, csatornázat, külső falak, lábazat,
és a bejáratok festése, ajtók, ablakok festése, tulajdonképpen ez így két év kimondani nem túl sok, igazából kevéskének is tűnik. Ha azt nézzük, hogy ez a két év, ha nekünk kellett volna rá összegyűjteni, akkor ez azt gondolom, hogy ez olyan 20 körül lenne, és akkor tulajdonképpen már több munkát meg is kellett volna ismételni ezek alatt az évek alatt, hiszen azért 6-8 év elmúltával mondjuk egy bádok fedél megérdemli, le legyen festve, 15 év múltán megérdemli egy külső vakolat, hogy meg legyen újítva, ha más nem, akkor egy festés gyanánt, vagy erejéig, így nyilván sokkal több időről beszélünk, mire egyáltalán ez be lehetett volna fejezni. Az, hogy ez egyszerre így sikerülhetett, ez én vállalom, ez egy kisebb fajta, vagy nagyobb fajta csoda is akár. Várta a gyülekezet, mi lesz ennek a vége, várta a gyülekezet azt, hogy akkor mikor is lesz hát ez a nagy ünnepélyes átadás, mikorra tud beérni az, hogy, vagy összehangolódni az, hogy a belső nagy vágyunk, illetve ezek a külső adottságok, ezek hogy tudnak majd összeérni, és tulajdonképpen én azt vettem észre, ritka dolog Visken az, hogy szóvá teszik azt, ha valami nem jó, ha valami jó, ha valami nem jó, hamarabb tudnak érte szólni, azt úgy könnyebben kiejti az ember. Itt most eljött az az idő, amikor szóvá tették, hogy ez szép lesz. Ez a Viske embernek kicsit ilyen büszkeség kérdése is, hogy minket hívni szoktak építkezni, mi hozzánk nem szoktak jönni építeni, és ez a templom tulajdonképpen ennek is egyfajta alátámasztása, hogy itt mi voltunk azok, akiknek az Isten még megengedte, hogy bádogot fessünk, és akkor hadd ne ismételjem. Itt nem dolgozott úgynevezett idegen vagy külsős, ezt mindent Viske emberek csináltak. És innentől meg még inkább sajátja az embernek, hogyha a saját örökségét ápolhatja, vigyázhatja, és nyilván az a része pedig egy teljesen sajátos dolog, az mindig egy nagyon érdekes lelki folyamat, hogy a templom. És én a templomon tudtam dolgozni, vagy valamit elősegíteni. És számtalan munkanap, a takarítás, templomkertnek az állapota, ugye ez egy építkezési terület volt még 10 nappal ezelőtt. Aztán ahogy most kinéz, nem is mondanám még senki, hogy itt még múlt héten, hétfőn még szemetet pakoltunk a presbiterekkel. Úgyhogy óriási nagy összefogásnak a végső eredménye ez. Ez nyilván egy hullámzó dolog. Valamikor többen tudták az idejüket rászánni, volt, amikor csak egy-két ember, de nagyon-nagyon hosszú lenne a lista. Az ellátásban, a mai szeretett vendégségben, a szervezésben, a díszítésben, a kézimunkák felvasalásában, a keményítésben, hadd ne soroljam, tehát ez egy végtelen valami lehetne. Nagyon értékes művészi vagy művészeti örökséget képező faképek vannak a Viski templomban. Mik ezek? Hiszen nem csak katolikus, hanem későbbi falfestményekre is rábukkantak. Igen, ugye ez pontosan kétfelé is választandó ez a kérdés. Az első, ami ugye szondák alapján tippelhető volt, következtethető volt, az egy Zsigmond korabeli. Tulajdonképpen gyakorlatilag ez 98%-ban üdvtörténet van a templom szentély belső falaira felfestve. Tulajdonképpen a 17-es tatárjárás utáni 50-60 év ugye természeti jelenség azok, amik a templomnak a felső 2 méter falát, vakolatát roncsolták annyira, hogy ott már nem felelhető értékes képek már nincsenek, de alatta tulajdonképpen ez a Heródes király illetve jeruzsálemi gyermekgyilkosságától kezdve tulajdonképpen Krisztus Urunk eltemettetéséig tulajdonképpen egy ilyen körös, sávos megoldással körbefestették tulajdonképpen az akkori kor analfabéták bibliája jogán címén az üdvtörténetet. Kicsit stilizált, de meglepően arányos, ami meglepte a mestert is, illetve ami a legnagyobb dolog az az, hogy azt mondta, hogy nem tudtak róla egyáltalán semmilyen formába, és az értéke pedig az elmúlt 35 év Kárpát-medencei leletei közül az első 3-nak akár betudható. A viskiek méltán büszkék 1270-ben épült templomukra, hiszen az egyik legrégebbi Kárpátalján. Sok viszontagságon ment keresztül, de a hívek mindig újjáépítették. Én nagyon örülök, nem csak a Viski templomnak, hanem általában, hogy akad pénz mégiscsak az anyaország segítségével, meg egyéb utakon, hogy ezeket hogy az Isten tiszteletnek a színhelyét, meg a környezetét ugye fel tudja, mert nem mindegy, hogy hol ülsz, mikor a predikációt hallgatod. Sőt, hát az Isten tisztelet minőségét is nagyban javítja,
az, hogy hol tartják az Isten tisztelt, és milyen a háttér zene, ugye, a szférák zenéje. És gondolom, hogy ezáltal megújul a hívek éneklési kultúrája is, mert még van kivetni való, ugye mindenütt elég nagy probléma. Úgyhogy nagyon örülünk ennek, és reménykedünk, hogy még 100 évig nem kell ezt hozzányúlni most már. Szebb a hangja, mint volt, hiszen ön játszott rajta korábban nagyon sokat. Hangja szebb, ugye tisztább, és nagyobb lehetőségek vannak újra benne, ugye a hangszínek változtatásával, mint régebben. És gondolom, hogy örömére válik, na nem csak a viskieknek, hanem mindazok, akik meglátogatják a gyülekezetünket. A Viski templomban kiváló, hiszen az orgonát Ország Sándor híres budapesti orgonaépítőmester készítette 1880-ban. Budaörsön Paulus Frigyes orgonaépítő műhelyében elvégzett felújítása után most visszakapta eredeti hangzását. Műsorunk további részében a tekeházai ünnepi istentiszteleten veszünk részt, amelyen a felújított templomért adott hálát a gyülekezet. Nagyszőlőstől nem messze a Tisza partján terült el egykor az úgynevezett Ócska falu. Miután a települést árvíz öntötte el, a lakosok átköltöztek a Tisza innenső partjára. A monda szerint a fatemplomot 9 pár ökörrel húzták át az új településre, a mostani református templom helyére. 1667-ben leégett a faépület, így a hívek munkához láttak. Az istenháza építését 1669-ben fejezték be, amelyet a szovjet hatalom alatt elvettek és bezártak. A 400 férőhelyes templomot 1989-ben kapta vissza a gyülekezet, amelyet azóta is több alkalommal rongált meg az árvíz, így 2018 őszén felújítási munkálatokba kezdtek. A gyülekezet ezt önerőből képtelen lett volna megtenni. Isten munkálkodott és olyan embereket használt fel, akikhez eljutott a hír, hogy igenis szükségünk van, nem csak nekünk, hanem más gyülekezeteknek is itt Kárpátalján. Így azt szoktam mindig mondani, hogy először is hála az Úrnak, és köszönet azoknak az embereknek, Zánfábián Sándor püspök úrnak a közbenjárásával, az egyházkerület vezetőségének a közbenjárásával, a magyar kormánynak a támogatásával, anyagi támogatásával újíthattuk fel ezt a templomot. Ahogy említettem, az elmúlt ősszel a tető kapott új bádogot, az idén pedig a belső újulhatott fel. Nagy áldás az, hogy a gyülekezet nem csak várt. Talán azért tudta ezt megtenni, ahogy hallottuk is a köszöntéseknél, az egyik lelkész kollega erről említést tett, hogy a gyülekezet hozzáállt akkor, amikor szükség volt a gyűjtésre, akkor nem állt oldalra, hanem zsebben nyúlt. És többek között a szószéknek is az egyik részét a gyülekezeti tagok, egy család vállalta, és sok minden mást, amiben részt vettek a gyülekezeti tagok, mert itt lehet érezni, hogy sajátjuknak tekintik. Nem valakié, hanem a miénk. És amikor a miénk, akkor arra áldozunk. És ez egy nagy, nagy ajándék. Ez nekünk fontos, mert nem az a kérdés, hogy akkor most milyen nyelven beszél, hanem az, hogy megértse az Isten igéjét, az evangéliumot. Istenhez közel akarjuk őket vezetni, mert ezt mondja Jézus, engedjétek hozzám a gyermekeket. A szabad vallás gyakorlás óta 34 lelkipásztor végzett szolgálatot a gyülekezetben. Köztük volt Hunyadi Attila is, aki itt kezdte segédlelkészi tevékenységét. Életem egyik meghatározó része szakasza volt, hiszen amikor egy diák befejezi a teológiát, és megkapja az elméleti tudást, akkor ugye azt gyakorlati sikra kell helyezni. Kikerül a teológiáról,
Tekeháza, Gődényháza és Királyháza gyülekezeteiben szolgálhattam, Szűcs András lelkipásztort követve, aki három gyülekezetet itt átadott, és itt kezdhettem el a segédlelkészi évemet. Nagyon érdekes volt megtapasztalni ennek a gyülekezetnek a szeretetét, ahogyan befogadtak. Szülőfalomból, Forgulányból láttam el a gyülekezetet, mivel nem volt parókia, még nem kapta vissza a közösség a parókiát. Együtt kezdtük a szolgálatot a közösséggel, akkor lett új kántora a gyülekezetnek, a gyülekezet közösségének, és hálás vagyok az Istennek, hogy itt sok mindent tanultam, sok mindent megtanulhattam presbiterektől, gondnok úrtól, gyülekezeti tagoktól. És hálás szívvel tekintek vissza az itt eltöltött egy évre, amit itt lehettem és itt tölthettem a gyülekezetben, a gyülekezet közösségében. Formált Isten bennünket, egymás hite által épültünk és épülhettünk. Az emlékezetes évfordulóról és az épület felújításáról hálaadó Isten tiszteleten emlékeztek. Az ünnepi alkalmon Héder János, a Kárpátaljai Református Egyház helyettes püspöke hirdette az igét. Egy nagyon szép és vigasztaló igével szólított meg engemet is az Úr, és rajtam keresztül remélem a kedves testvéreket is. A jó pásztor példázatáról szóltam, és arról szólt az ige, ugye, hogy a mi népünk az nagyon sokszor olyan helyzetben van, mint a nyáj, amely valahova tart, és nagyon sokszor létbizonytalanság lép fel, de az a szerencsénk, hogy van nekünk egy mennyei pásztorunk, és ugye ennek a közösségnek is a története mutatja azt, hogy lehet, hogy néha elveszik a templomainkat, lerombolják a hitünket, hallottuk, hogy megbüntetik az embert a hitéért, a gondolatáért, ami nonsens, ugye, mert az embernek az a legféltettebb, és még a középkorban is kimondták, hogy hit kérdésében senki nem dönthet az ember helyet. Hát a kommunizmusban ezt megpróbálták, és nagyon sokszor a mai világban is olyan emberi igazságokat próbálnak központba helyezni, amelyek arra próbálják kényszeríteni az embert, hogy tagadja meg azt, amit hisz, amiben reménykedik. De minden bizonytalanság ellenére a mai közösségek számára is, amelyek itt Kárpátalján megélik ugye a létbizonytalanságot, és nem nagyon látnak jövőt. Arról szólt az ige, hogy bár a báránykák azok néha nem tudnak előre tekinteni, de van nekik egy jó pásztoruk, aki szólítja őket, aki bátorítja őket, aki jó legelőre vezeti őket, aki édes vízhez vezeti őket, és még a halál vagy a pusztulás völgyében, halál árnyékának völgyében is ott tud lenni, amikor már senkire nem számíthatunk. És hát ez egy nagyon nagy biztatás, mert azt hallottuk, hogy a jó pásztor az úgy fogja az övét a kezébe, hogy onnan kiszakítani lehetetlen. Tehát az Isten a legnagyobb hatalom, és az Isten kezéből kiszakítani az embert, egy közösséget nem tud senki. És ez a mi bizodalmunk, ezért, és mondja mindig a református ember, hogy ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk, és ez úgy érzem, hogy ez bátorítást jelent. Ez a garancia, ez a biztonságérzet szólalt meg az igéből a számunkra, hogy az Isten biztos nem hagy el bennünket. És talán ez a mi vigasztalásunk itt Kárpátalján, de bárhol a világon, hogy az Isten az őrzi az övét. A prédikáció után egy különleges verset hallhattak az egybegyültek. 30 éve Katalin még kicsi lányként kapta a feladatot nagymamájától, hogy az akkori hálaadó Isten tiszteleten szavaljon el egy verset. Most már anyukaként adta elő ugyanazt a költeményt. Ezt a verset valamikor egy nagyon régi könyvbe az én mamám akkor tájba sokat jártak, hogy megnyíljon a templom, és ők ajánlották, hogy pont nem tudom miért, de pont ezt a verset mondjam el. De milyen alapon volt ez, most nem tudom, csak ezt akkor mondták, hogy ezt ők szeretnék, hogy ezt mondjam el, és ezt mondtam el akkor, és ezt mondtam el most is. A hányattatott sorsú épület most csillogó ékszere lett a Tekeházi Református Egyházközségnek.
A több nemzetiségű gyülekezet munkája igazi példája az összefogásnak és az istenfélő együttélésnek.